8-as halki átsorgásból származó viszerek, rövid távú megszüntetése, hivatalos közegeknek félára! Dolly Levi minden idők legjobb házasság közvetítője útra kél, hogy praktikáival összeboronálja a magányos nőket és férfiakat. Így kezdődik a Hello Dolly című musical, melynek premierjét 1964-ben tartották New Yorkban. A világ egyik leggyakrabban játszott történetéből nagyszerű film is készült, az évtizedek óta tartó sikernek a rendező szerint több titka is van. Igazán emberi szerelmekről szól, és többféle emberi szerelemről szól. Konkrétan négy pár boldogságáról szól, hogy hogyan lesznek boldogok. És arról is, hogy van egy nő, aki idejekorán veszíti el a férjét, és ez a férje, ez megtanította őt az élet szeretetére. És közben aztán kihull alóla, Dolly élete alól, és ő megpróbálja az őt körülvevő embereket megtanítani arra az élet szeretetre, amit ő a férjétől tanult. És mindeközben ő is sokat tanul ezektől az emberektől, akik botladozva, a szerelemtől botladozva próbálnak boldogságot keresni. Horváth Margit, aki Dolly szerepét alakítja, korábban úgy gondolta, ez a karakter nem igazán áll közel az ő egyéniségéhez. Most hogy csinálom? Tehát azt mondom, hogy ez mindent ver. Az összes eddig eljátszott ilyen zenés-női szerepemet, ez mind, tehát színészileg, hangilag, tánc, tehát ez most tényleg így van. Tehát értem a jutalomjátékot is, hogy ez egy nagyon sűrű koncentrátum az elmúlt 25 év, amióta a pályán vagyok. Szóval ez egy olyan, és most tényleg érzem, igen. Tehát akik előttem vannak, azoknak tényleg azt tudom üzenni, hogy érdemes erre várni, mert ez egy csodálatos dolog ezt eljátszani. Csodálatos. Horász van der Gelder a Dúsgazdag üzletemben szerepét Puskás Tivadar játssza az előadásban. Nem nagyon szereti már a hölgyeket, ellenben meg kell, hogy nősüljön, mert érzi, hogy közeledik a végé, és magányos lesz, és nincs ki rá főzzön, mosson, takarítson, vagyis kell egy asszony neki. A musical egyszerre klasszikus, tradicionális és rendhagyó, így nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok számára is rendkívül szórakoztató előadás.